Szép napot mindenkinek! Ezt a fűrészt szeretném bemutatni nektek. Ugye ez egy prémium akus kartfűrészként került be a Lidl újságába. Ez sokkal inkább egy sokoldalú célgép, mint egy barkácsgép. Ugye megfelelő fűrészlapokkal használva ugye fémek, fa, műanyagok vágására alkalmas. Illetve ezen felül még speciális fűrészlapokkal építőanyagok vágására is használható. Nézzük meg a gépet. Erről a gépről lenne szó, remélem látszik a videóban. Az X20 volt gépcsalád tagja, ugye performance jelöléssel, illetve megnevezéssel. Ugye a performance az tulajdonképpen teljesítményt jelent, amit fel is tüntetnek a dobozon. A Lidl egy saját, szintén egy saját márkás termékével hasonlítja össze, és ugye itt látszik, hogy mennyivel többet tud nyújtani ez a gép az összehasonlított géppel. Hát ugye én nekem nem fordult meg a kezembe a másik fajta gép, így konkrét összehasonlítást nem tudok csinálni. Bemutatom ezt a gépet, és meglátjuk, hogy mi lesz az első tapasztalat. Ugye, mint mondtam, lítiumos, 20 voltos, 4 amperórás akkumulátorral rendelkezik a gép. Ugye a gépnek a fordulata, illetve hát a lapnak a fordulata az 0-tól 3000-ig terjedhet, ami ugye percenkénti fordulat. Maga a löket hossza az 22 mm, ezt a kicsomagolás után elmesélem, illetve elmagyarázom. És ami még itt van, ugye megvan adva, hogy milyen anyagban, milyen vágási vastagságukra alkalmas. És ami a legfontosabb, hogy nem tudom, hogy mennyire látszik, remélem jól mutatom, de 5 év garanciát ad rá időt. Sokan úgy gondolkodnak, hogy ez egy ipari gép, de én szerintem inkább barkács gépnek a magasabb szintjén helyezkedik el ez a gép, mint hogy egy ipari gép legyen. Bontsuk ki, nézzük meg, és akkor tudunk beszélgetni róla. Dobozon több nyelvű leírás, doboz hátulján, ugye rendelkezik magyar leírással is, gyorsan ránézünk, igen, föl is sorolja, hogy építőanyagok vágására is alkalmas. Ugye brushless motor van bent, ami ugye kefe nélküli egyenáramú motor. És ebbe is van beépített LED. Jó, nézzük a gépet. Erre már nem lesz szükség. Ja, de? Igen. Oké is. Nos. Gyors kötözőt levágtuk. Nagyon jól működik a dobozunk. Erről a gépről lenne szó. Gyorsan még egy picit visszacsukom. Magán a dobozon is fel van tüntetve ez a performance. Egy kétszínű, elég igényesen kidolgozott kofferról van szó. Zsanér, fémzsanér, ugye műanyag házzal. A fogantyú az teljesen műanyag. Viszont az előső zsanérok is fémek, illetve hát a zárak.
Nos, itt mutattam a gépet, ki is vesszük gyorsan. Elég nagy ez a doboz, meg a gép is, úgyhogy nem nagyon kérnek el az asztalon. Használati utasítás, ami még ugye mellékelve van. Nem foglalkozunk egyelőre vele. Nos, itt lenne a töltőnk. Ez pedig a gép, behelyezett akkumulátorral. Egyelőre az akkumulátort kivesszük. Finoman működik. Tehát erről a gépről lenne szó. Nem tartozik a doboznak ugye a fűrészlap, és nem is voltam előrelátó, nem készítettem ide. Elmondom azt, amit elmondani szeretnék, és valószínű meg fogom vágni a videót, amíg ide készítek egy fűrészlapot, és akkor onnan fogjuk folytatni. Ugye Parkside Performance, a pontos típus PSSOP20LIB2. Elég hosszú. Brushless felirat, ugye a motorra vonatkozik. Ugye már mondtam, ez kefe nélküli egyenáramú motor. Ugye jobb hatékonysággal bír a sima szénkefés motorral szemben. Megbízhatóbb. Van egy cicám, rendezkedik. Kisebb zajt ad ki, elméletileg hosszabb élettartammal rendelkezik, illetve magát a motort teljesen zártá lehet tenni, ugyanis elméletileg nincs szüksége olyan ventilációs hűtésre, mint a szénkefés motoroknak. A gépnek az adattáblája. Ugye az adattábláról ugye szintén leolvasható, hogy 20 voltos, 0-tól 3000 fordulat per perc, illetve hát rezgés per perc, és a löket hossz az pedig 22 mm. Ugye a löket hossz az, az a méret, ami ugye ez a nulla állás, alapállás, és amennyire ez a tengely nem fog kijönni, pedig kijöhetne, ugye amennyire elmozdul a nulla állástól, az a 22 mm. Magyarul mondva, ugye a lapnak a hosszából, hogyha 22 mm-es lemezt fogunk vágni, vagy anyagot, akkor az 44 mm-es hosszt fog használni a lapból. Ugye azért, hogy ne a lapnak a zeleje, illetve hát most így nem tudjuk, hogy a zeleje vagy a vége kopjon egyedül, azért van rajta az a támaszték, ami ugye több funkciós, nem csak támaszt, hanem állítható. Aha, állítható, de hogy? Nézzük. Aha, megvan. Nagyon jól állítható egyébként. Van rajta egy jelzés, hogy mennyi a max, hogyha jól látom, ennyi a maximum. Nem tudom, hogy látta a kamera az előzőeket. Ennyi a maximum kihúzása. Ez pedig a maximum betolás. Lehet fixálni, és ugye így lehet kiküszöbölni azt, hogy a lapnak csak bizonyos része dolgozzon. Hogyha a lap elkopik, ugye a belső fele, kijebb lehet tolni a támasztékot, és akkor lehet a lapnak a további felét használni. Ez ugye vékony anyagokra vonatkozik. Ugye, hogyha vastagabb anyagot vágunk, akkor nagyobb hossz dolgozik ugye a lapból. Fogása. A fogása az nagyon kényelmes, így első rányúlásra. Ha jól látom, ez egy biztonsági kapcsoló lehet, és ennek a biztonsági kapcsolónak a megnyomásával lehet működésbe hozni ugye a fő kapcsolót. Helyezzük bele az akkumulátort. Igen. Végtelenül egyszerű. Csúszkás megoldása van. Itt az akkumulátor tartalmazza a töltés visszajelzést. Teljesen feltöltött állapotban van ez az akkumulátor. Ugye, amikor merül, akkor
A három szín közül valószínű, hogy a piros és a sárga fog világítani, amikor teljesen lemerült, akkor pedig csak a piros. Pótoltam a hiányosságomat, készítettem ide fűrészlapot, ez szintén Parkside, ezt megbontjuk. És akkor megpróbáljuk a fűrészlapot behelyezni a gépbe. Ez a befogó patron, ennek az elfordításával lehet nyitni ugye a zárat, és a behelyezett fűrészlap, aha, ez nem ilyen egyszerű. Oké. És a visszafordítással ugye zárjuk, és fixáljuk a fűrészlapot. Nem tudom, hogy melyik szögből látszik jobban. Ugye ezt még egyszer megnézzük, így jobban látszik. Ugye, hogyha fel van rögzítés oldva, akkor lehet tologatni a lefele vagy fölfele. Nézzük csak. Bocsánat, csak... Kicsit lefele kell húzni ezt a támasztékot, és akkor úgy könnyebben ugrál ezen a ricnin. Ez a maximum állás. És ha bejebb tudom tolni egy kézzel, ugye ez a maximum állás, ha bejebb tudom tolni egy kézzel, akkor ugye elméletileg ez a minimum állása. Behelyezzük az aksit. Aha, biztonsági kapcsoló. Most körülbelül itt van kint teljesen. És ugye látszik, hogy a fűrészlapból körülbelül 1 cm nem dolgozik. Itt pedig... Ugye visszament körülbelül egy olyan 20 mm, pontosan 22-t, és akkor látszik, hogy itt áll meg a fűrészlap a munkadarabba. Ugye ennek a támasztéknak az a feladata, mint már mondtam, nem egy egyszerű használata, nem nagyon szeretnék belenyúlni, hogy a kopott fűrészlapot tovább lehet használni, hogyha támaszték ugye ki van tolva. Maga a gép az tényleg elég kellemes, teljesen sorjamentes a műanyag, markolat rész az itt gumírozott, ugye a gomnak az eleje is gumírozott, és fogás, súly, meg egyéb ilyen dolgok alapján egész jó minőségűnek tűnik. Akkor nézzünk egy működtetést, biztonsági kapcsoló. Ez ugye jobb és balkezes is. Ugye hüvelykújjal tudjuk megnyomni, így lehet működésbe hozni a gépet. Alacsony fordulat, minél jobban benyomom a gombot, annál minél jobban benyomom a gombot, ugye annál magasabb fordulatszámon dolgozik a motor, ezáltal ugye a fűrészlapnak a vágási sebessége is nő. Jó, kivesszük az akkumulátort, kivesszük a fűrészlapot, szintén elfordítva, és elég szoros, és ügyetlen is vagyok, és kijött. Kicsi zsír van rajta, de valószínű, hogy
Valószínű, hogy ezt a részét azt majd zsírozni kell, illetve hát inkább WD-40-nel kell majd fújogatni, ugye, hogyha esetleg valamilyen por ugye bele szállna, azáltal még szorosabb lesz ez a patron. Jó? Akkor egyelőre a gépről ennyit. Megpróbálok készíteni majd egy olyan videót, ahol ki is próbálom ezt a gépet. Illetve szeretnék készíteni egy olyan videót is, ahol különböző lapokat fogok bemutatni ehhez a géphez. És azáltal fog látszani igazán, hogy mennyire sokoldalú kis masina egy ilyen orrfűrész. Hát ugye több megnevezése is van, orrfűrész, szabjafűrész, kartfűrész. Minden egy ugyanazt a gépet nevezi meg. Beszéljünk egy picit a töltőről. Ugye ez a töltő, pillanat bedugom. Jó, működik. Viszont nem hallom a ventilátornak a zaját. Most kezd el dolgozni a ventilátor. Ugye ez ventilátoros hűtéssel is rendelkezik ez az akkumulátor töltő. Erről a töltőről van szó, pontosan, hát ugye ez van a géphez mellékelve. És így a gépnek a bemutatása, illetve az első tapasztalatok alapján beszéljünk egy kicsit az árról, illetve arról, hogy mennyire éri meg ez a gép. Ugye visszaveszem a prospektust, hogy a gépnek a akkori ára, amikor ez vásárolva lett, 39.999 forint, tehát kereken mondjuk azt, hogy 40 000 forint. Ugye az árukereső alkalmazás segítségével néztem meg ugye a gépeket. Több gyártótól is feldobott 25 és 45 000 forint értékhatáron belül. Ugye jellemzően ipari márkába egy ilyen gép akkumulátor és töltő nélkül kerül 40 000 forintba. Ugye az, hogyha jól látom, akkor a Black & Deckernek és az Einhellnek, illetve az Extolnak van olyan gépe, ami ebben az árban tartalmazza a töltőt és az akkumulátort is. Ebből ugye marad az Einhell az, ami kimondottan egy ilyen gépcsaládhoz tartozó akkumulátorral működteti a készülékét. Ha jól tudom, ott 3 év garanciát adnak a készülékre. Itt viszont a Lidl bevállalta az 5 év garanciát. Hát az 5 év garancia, ez az, ami, hogy mondjam, ebben az árban vonzóvá teszi ezt a gépet. Elképzelhető, hogy később lesz majd olyan akció, hogy jóval olcsóbban megvásárolható lesz a gép, de jelen pillanatban az 5 év garancia, illetve ez a szénkefemmentes motor az, ami a gép mellett döntött. Egyelőre ennyit szeretnék mondani. Remélem, hogy használat után is tudok készíteni egy videót, illetve használat közben erről a gépről, és ott még jobban kiderül az, hogy mennyire jó választás egy ilyen masina. Köszönöm szépen, sziasztok!